Szervusz, kedves Béla! Aki nem ismerné, Szekeres Béla doktor, a Miskolci Zsidó Hitközség gondnoka. Ha nem haragszol, előjáróban elmondanám, hogy a háborút, mondhatom, a Miskolci Kazinczy utcai zsinagóga teljes épségben vészelte át. Bár az utóbbi évtizedekben többször is felújították, de belőle már nem futott a szűkös keretből, és amikor megépült a Hősök téri mélygarázs, a környék mindkét temploma megdőlt. Kevesen tudják, hogy milliárdokba került a minorita katolikus templom tornyának kiegyenesítése. Ráadásul a zsinagóga alapja alá is beszerelmett a szomszédos pataknak a betoncsőbe zárt vize. Nemrégiben, amikor az alapokat erősítették meg, már a lépcsőház omladozni, repedezni kezdett, elhordták a zsinagóga padozatát. Sajnos a szakszerűtlen távlás, a bogaras, rovaros, rombás padozattal való raktázás komoly károkat okozott mindenben. Akik esetleg kíváncsiak ezekre a régi volt képekre, hogy hogy nézett ki a restaurálás, pontosabban a alap megerősítése után, majd bemutatjuk a képeket a szántógrápon. Kedves Béla, neked köszönhető, hogy azt hiszem egy hónapos kemény munka árán kitakarítottátok, látogathatóvá tettétek a zsinagógát. Hát körülbelül 2 hónapja volt, még nem vagyunk a végén, körülbelül 80%-a a munkának vége, még vannak itt apró simítások, de én úgy tervezem, hogy ilyen március közepe, március végéig már működhetne a középső hajó, azt jelenti a középső része a zsinagógának. Megmutatnád egyébként a jelenlegi állapotot? Jelenlegi állapotot akkor kezdeném a tóra függönnyel, itt állok előtte. Itt látunk egy tóra függönyt, ami most ebben a percben működőképes, fel lehet húzni. Itt látunk tóra szekrényt, meg van oldva a világítás. Ha be lesz üzemelve, akkor itt lesznek a tórák, ez ki van az egész takarítva. Most, ha megfordulok, itt a középső része tulajdonképpen ez működőképes lesz, ki lesz minden takarítva, felújítva, és akkor lehet használni mind látvány, turista látvány, sőt, ha kell, akkor a imához is. Jobb oldalt látunk a régi padokat, ami sajnos olyan állapotban vannak, ahogy vannak, bal oldalt is, és az a terv, hogy ezzel a vas oszlopokra, amit itt látunk, körülbelül 2 méter magasba lesz egész hozba téve egy ponyva, ami nem lesz átlátszó, és akkor a vendég vagy a hívők, akik jönnek, akkor nyugodtan bemehetnek, és jobb oldal, bal oldalt ezeket a régi padokat nem lehet lesz látni. Még a nagy terv, itt van a tóra asztal bima, az is jövő héten szét lesz szedve, és az is restaurálásra kerül, mert hiányoznak itt az üvegek, a feliratok, ez is lesz restaurálva. És ha most megnézzük előre a tóra szekrényt, ott valamikor régen volt egy 130 éves örökmécses, bronzból, az is felújításra kerül. Hát ezek a tervek. Pontosabban úgy tudom, hogy ezt az örökmécses te fogod felújítani. Igen? Igen, az múlt héten le volt szedve, nálam van otthon, és körülbelül 2 héten belül visszakerül, és úgy fog kinézni, mint amikor ide tették 1870-ben. Hát egy zsinagóga elképzelhetetlen örökmécses nélkül. Csak ez sajnos ez mostani állapotban koromfekete, nem működő, majd fel lesz újítva, ha előn az ideje, akkor megmutatjuk, hogy hogy fog kinézni, ha fel lesz újítva. Nem tudom, nyilván te is ismered most már minden rejtek zúgát a zsinagógának. Ott a tóra szekrénytől balra van ott a teremben egy úgynevezett gázfejlesztő készülék, ami egyidős egyébként a zsinagógával. Én azt hiszem, van. Különleges ipartörténeti emlék, ugyanis ebben a zsinagóga avatása után ott fejlesztették a gázt, a gázlámpával világítottak.
Milyen állapotban van most az? Mert... Hát tulajdonképpen ott van a helyén, meg is tudom mutatni, pár másodperc oda sétálok. Hát ott van a helyén, ezzel én szerintem nem foglalkozott utolsó 50 éve senki. Itt van, meg lehet nézni a helység, ahol az van, ki van takarítva, akkor mutatom. Ez az. Ez egy gyönyörű, szép darab. Nem tudom eldönteni magamban, nem is nekem kezdte eldönteni, hogy ennek a múzeumban lenne a helye, a Leendő Zsidó Múzeumban, vagy esetleg érdemes lenne-e visszaállítani, rekonstruálni, mondjuk hozzáértő szakemberekkel, és néhány lámpátból egy gázlámpát visszaállítani, és azzal fényt árasztani a zsinagógában. Azt nem tudom, de még a rend kedvéért azt is megmutatom. Itt, ebbe a helyiségbe, ahol most állok, itt vannak a felújított fa bejárati ajtók, itt be vannak csomagolva dobozokba, és ha ellen a sor, akkor fel lehet tenni vissza a pontos helyére. Na most itt lesz a reklám helye, hogyha megenged, akkor elmondom, hogy ebben itt óriás segítséget nyújtott nekünk a miniszterelnök úr felesége, aki kiállta nekünk a Bátori Alapítványtól, hogy kapjunk néhány millió forintot ezeknek a bejárati ajtóknak a rendbehozatalára. Ezt megcsinálták a Mezőkövesdi Bútoripari Szövetkezet, és ők találtak egy olyan kovácsmestert, aki képes volt a nyitáskori zárszerkezeteket teljesen rekonstruálni. Úgyhogy én már alig várom, hogy lássam ezeket a kibontott ajtókat, és gondolom, hogy azt előzetesen is föl lehet tenni a teljes felújítás előtt, nem? Hát azt nem tudom, hogy műszakilag, technikailag hogy lehet ez megcsinálni, de biztos lehetséges erre mód. Most közben átsétáltam a fő bejárathoz, még megmutatom, hogy néz ki a bejárati előtér. Ez tulajdonképpen úgy néz ki, ez is ki van takarítva, itt nincs semmilyen lom, semmilyen könyvek. Ez tulajdonképpen, ahogy bemegyünk a templomba, lehet látni, hogy ez a középső rész valamilyen szinten rendben van. Kérdezhetek egy apróságot, ugye hát nálunk nincsen szentelt víz valahogyan, viszont a kézmosáshoz kötelező, és lehetőleg esővíz az a kóser. Na most én úgy tudom, hogy fönt volt egy ilyen úgynevezett esővízgyűjtő tartály. Így van. És azt is meg tudom mutatni, a csapokat hol vannak, az eredeti, az konkrétan itt van. Itt van az egyik. Milyen állapotban van ez? Hát nem használható. És itt van még egy másik, ahol még lehet látni, ott van egy vízcsapocska. Uh-huh. Ez ilyen márványból van, vagy kőből. Uh-huh. Hát nyilván nem volt vízellátás annak idején, akkor ez az esővíz adta a kézmosáshoz. És még az érdekesség kedvéért, itt van a falon a persely, itt van az egyik persely, és a másik oldalon van kettő darab. Van valami különbség ezek között? Tessék? Van különbség a persejek között? Nem, az egyik oldalon van kettő darab, és a másik oldalon csak egy. Uh-huh. Értem. És na, itt látható ilyen két szekrény, uh-huh, ami tulajdonképpen a háború után készültek, benne van lámpa, és azt szokták használni, amikor volt megemlékezés, ide van írva a deportáló, mikor volt, és ezt ki lehet nyitni, ezt konkrétan nem, és van benne, volt benne lámpa, és ez tulajdonképpen ez a két szekrény, vagy vitrin szekrény, ez ilyen megemlékezésre való dolog volt. Én emlékszem, mikor megállították, hogy életveszélyesnek bizonyul a zsinagóga lépcsőháza, akkor meghirdettek egy nyílt napot, amelyre, hogy mondjam már, valósággal a kapuig állt a sor, és jöttek a látogatók megnézni a zsinagógát, mert ugye általában itt a más keresztény egyházaknál ugye azért meg lehet nézni, és sokan mondták, hogy itten
életük során több évtizeden keresztül elmentek itt a zsinagóga előtt, és fogalmuk se volt, hogy mi van az udvaron, ha be is néztek, ugye, mert akkoriban a vaskapu még teljesen be volt lemezelve, de még soha nem jutottak el a koncerteken kívül ebbe a zsinagógába. Hát, miután az érdeklődésnek a nagyságát akkor megtapasztaltam, feltételezem, hogy ha elkészül, és láthatóvá tesszük, akkor ez komoly turisztikai vonzerőt jelent majd a városnak. No, ahhoz, hogy ez úgy legyen, hogy jöhetnek ide a turisták, vagy az érdeklődők, még egy pici munka vár, de ahogy említettem az elején, én bízok benne, hogy ilyen március közepén, március végéig ez már meg lehetne oldani, hogy nem a fönti részre a női karzata, de a lenti részen a középső hajóba tudjanak jönni a látogatók, vagy a turisták, vagy a hívők, hogy le lehessen ülni a padra, lehessen itt mozogni, és ne legyen ez életveszélyes, mert tulajdonképpen az életveszélyes a női karzat, mert ott, ha lentről nézzük a plafon, és ha föntről nézzük a padló, az sok helyen el van rohadva. Hát megtette az idő a dolgát, úgyhogy nagyon köszönöm, Véla, a kis tárlatvezetést, és akkor búcsúzunk. Jó, hogyha hogy esetleg lehet egy ilyen ökölpacsival, jó? Ahogy most ökölpacsi, szevasz, viszontlátásra a legjobbakat. Szevasz. Na, akkor elzártam, úgyhogy majd visszanézzük. Köszönöm, szia. Jó, szia. Yeah.